Ebben a videóban az irodalmi szövegek sajátosságairól fogunk beszélni, vagyis inkább azokról az elemekről, amik egy irodalmi szöveget alkotnak, és megnézzük, hogy mire kell odafigyelni, ha elemezni szeretnénk egy szöveget. Először is az epikáról fogunk beszélni, az epika műneméről. Az epika tulajdonképpen azt jelenti, hogy elbeszélő művészet, tehát minden olyan műfaj, ami eseményeket beszél el, ebbe a műnembe tartozik. Kicsit tárgyilagosabb a líránál, viszont szubjektívebb a drámánál, ugyanis a szerzőnek arra is lehetősége van, hogy a saját véleményét kifejtse benne, míg a drámában ez nehezebb, a líra pedig ugye szinte csak a saját érzelmeiről szól. Tehát ennél azért objektívebb az epika. Két nagyobb részre oszthatjuk fel a kis epikára, ami a valóságnak csak egy-egy részletét ragadja meg, és nagyon sűrített, tömör ábrázolásra törekszik, mert ugye rövid a mű, amibe bele kell férnie, és éppen ezért kevés szereplőt mozgat, és a cselekménye is általában egy szálon fut, és nem túl bonyolult, ilyen például a novella. Illetve a másik nagy egység a nagy epika, ami ezt az életet és az élen kívüli valóságot sokkal bonyolultabban ábrázolja. Az időben is sokkal kiterjedtebb a történet, a cselekményszálak is bonyolultabbak, illetve egyszerre akár több szálon is futhat a cselekmény, és sokkal több és sokkal bonyolultabban jellemzett szereplőkkel ábrázolja ezt. Ilyen például egy regény. Minden történetnek van egy cselekménye, azonban a cselekmény az nem egyenlő a történetmondással, ez nagyon fontos. Ugyanis a cselekmény az a történetet alkotó eseményeknek a sorozata tulajdonképpen, tehát az elbeszélt és a megformált történet. Azonban ez a történet ez nem mindig kronológikus, tehát nem mindig időrendi sorrendben halad előre a történet. Nem lehet benne in medias res kezdés, ami azt jelenti, hogy rögtön a dolgok közepébe vág, tehát például rögtön ott kezdődik a történet, amikor már megtörtént a cselekmény, és az előzményeket nem feltétlenül, vagy csak később tudjuk meg. De alkalmazhat előreutalást is az író, ami azt jelenti, hogy egy későbbi eseményt mutat meg, és utána szinte minden magyarázat nélkül visszatérünk a jelenbe, és már csak később ismétlődik meg újra ez a jövőben történt esemény. Alkalmazhat visszatekintést is, ami tulajdonképpen ugyanez visszafelé, akkor a múltban történt eseményeket elevenít fel, és ezzel magyarázza meg azt, ami a jelenben történik. Vagy az előzményeket magyarázza egy kicsit tovább, hogy jobban megértessük, mi történik a jelenben. A cselekménynek az időszerkezete mindig többletjelentéssel bír, tehát még jobban kibontja a cselekményt azáltal, hogy milyen időrendi szerkezetben rendezi a történéseket. A cselekmény lehet egy szálon futó, amikor a történetnek csak egy szála van, és ahhoz kapcsolódnak az események, vagy több szálon futó, amikor akár egyszerre több helyszínen több szereplőt mutat meg, és így jeleníti meg a történetet. Hoztam egy példát arra, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a cselekményt és a történést, a történetmondást a Szofoklész Oidipusz király drámájában. Ugyanis ha rekonstruálnánk a történetet, amiről a dráma szól, az első esemény az Oidipusz sorsát megjövendelő jóslat lenne. Viszont a dráma, a cselekménye az azzal kezdődik, hogy a panaszosok a királyhoz érkeznek, és egy kérelmet bocsátanak elé. Tehát ebből láthatjuk, hogy azok az események is a történethez tartoznak, melyek megelőzik a darab idejét, vagy akár utána játszódnak, azonban azok nem a cselekményhez tartoznak. Egy kicsit beszéljünk az elbeszélőről, ugyanis nagyon fontos az epikában, mivel megbeszéltük, hogy az epika eseményeket beszél el. Az elbeszélő tulajdonképpen egy olyan fiktív alak, aki a történetet az olvasóhoz közelíti, és bizonyos nézőpontból láthatja vele ezt a történetet. Azonban ez nem feltétlenül azonos az alkotóval. Például gondoljunk csak Kosztolányi Dezső Esti Kornél című novella gyűjteményére, ahol nem lehet eldönteni, hogy az elbeszélő az végül is az író, vagy maga Esti Kornél. Különböző közlési formákat alkalmazhat az író ahhoz, hogy ezeket az elbeszélői nézőpontokat megjelenítse. Létezik a közvetlen szerzői elbeszélés, amikor azt mondja el, hogy mi történt vele tulajdonképpen. Akkor az egyenes beszéd, ami azt jelenti, hogy
szó szerint idézi a szereplői mondatait, tehát a szereplők helyett beszél, illetve a függő beszéd, amikor egyes szám harmadik személyben írja le az eseményeket, és nem pontosan idézi a szereplők gondolatait, tehát csak például olyasmit mond, hogy és akkor Kovács úr valami olyasmit mondott, hogy köszönöm, de nem hallottam biztosan, vagy hasonló. Tehát az elbeszélő az eseményeket mindig valamilyen nézőpontból jeleníti meg, és ezáltal különböző viszonyokat jelenít meg a történethez és az olvasóhoz is. Tehát az elbeszélő lehet az elbeszélésen kívüli világ részese, de lehet az elbeszélés világán belül is, és akkor részese lesz az eseményeknek. Vagy lehet szinte csak megfigyelője az eseményeknek, amikor kívül van az elbeszélés világán. Ezen belül is megkülönböztethetjük, hogy egy láthatatlan kívülálló, vagy meg van nevezve, illetve lehet a szerzővel azonos történetmondó, vagy pedig lehet egy mindentudó elbeszélő, aki mindent tud a történetről, tudja, mi fog történni, ismeri szereplői gondolatait és érzéseit is. De van olyan elbeszélő is, aki csak a saját szemszögéből tudja követni az eseményeket, ő nem mindentudó. Ezek a nézőpontok változhatnak is a történeten belül. Nagyon fontosak az epizódok is az epikán belül, ugyanis ezek a kis betoldások, melyek önmagukban is egy kerek lezárt történetet mesélnek el, azonban nem viszik előre a cselekményt. Ennek főleg az a szerepe, hogy növelje a feszültséget, de akár új jellemvonásokkal is gazdagíthatja a szereplők jellemét, vagy plusz információkat mondhat el róluk. Az ilyen epizódok főleg a nagyepikai művekben, például egy regényben fordulnak elő, de előfordulnak a drámában is, de azonban ott ritkábban. Nagyon fontos még a cselekmény helyszíne, ez ugyanis a hely, ahol a cselekmény játszódik. Léteznek egy helyszínen játszódó művek, ez például a francia klasszicizmusban volt nagyon jellemző, ahol a hármas egység elvét alkalmazták, ugye, hogy egy időben egy helyen egy cselekményszálnak kellett megtörténnie, illetve több helyszínen játszódó művek. Léteznek olyan művek is, melyek valóságos helyszíneken játszódnak, és akkor nagyon fontos megfigyelnünk azt, hogy pontos-e a helyszín leírása és korhű-e, hogyha esetleg más időben játszódik, de olyan történetek is vannak, melyek fiktív helyszíneken játszódnak. A helyszínnek lehet szerepe is a történet szempontjából, tehát például Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében, azáltal, hogy Eger városában játszódik, már rögtön tudjuk a történet végkifejletét, ugyanis mindenki tudja, hogy mi lett a végül Eger várának sorsa. Lehet azonban hangulatfestő szerepe is egy helyszínnek, vagy lehet egy toposz, tehát például egy lugasban mindig valamilyen szerelmi légy ott történik, az erdő pedig mindig félelmetes, ahol rémségek rejtőznek, vagy hasonlók, tehát egy helyszín nagyon sok mindent elárulhat arról, hogy mi fog történni ott. Ahhoz, hogy egy helyszínt jellemezni tudjunk, ahhoz fontos a leírás használata, ami a cselekmény színterét és egyéb tárgyi mozzanatokat írja le. Az elbeszélő tulajdonképpen lefesti a helyszínt vagy a tárgyat, amiről beszélni szeretne. Ez lehet minél pontosabb, aprólékosabb leírás, például Jókai, a kőszívember fiaiban nagyon sok ilyen helyszínleírást találunk, de használhat költői képeket is, hogy minél érzékletesebben fesse le azt a helyszínt. Ez is főleg az epikában jellemző, de a lírában is találkozhatunk vele. Fontos a jellemzés, ez a szereplők külső és belső tulajdonságainak részletes bemutatása. Ez is főleg az epikában lényeges elem, de a drámában is használják. Többféle módja is van a jellemzésnek. Létezik a közvetlen jellemzés, amikor az író maga mutatja be a szereplőt, illetve a közvetett jellemzés, aminek több fajtája is van. Például egy szereplőt egy más szereplő mutat be, vagy a szereplőt a környezete jellemzi, vagy cselekedetei jellemzik, és ezáltal tudunk meg róla még többet, vagy pedig a cselekvőt a beszéde jellemzi. Illetve az epikai művekben és a drámában is nagyon fontos elem a párbeszéd, ami tulajdonképpen egy dialógus, ami két szereplő között zajlik, és cselekményformáló szerepe van. Kivéve, hogyha kizárólag a szórakoztatásra használják, de ez inkább a drámában jellemző. Tehát akkor a szöveg alkotó elemeiről beszéltünk, és gyorsan felsorolom őket, hogy mik a legfontosabbak.
Tehát ugye a cselekmény és a történetmondás, amit nem szabad kevernünk. Ugye a cselekmény az a megtörtént történet, a történethez pedig hozzátartozik minden olyasmi is, ami a cselekmény előtt vagy után történt. Ez a cselekményen és a történeten belül is lehetnek epizódok, melyek ilyen kis, önmagukban lezárt részletek, jelenetek, amelyek színesítik a történetet, és arra szolgálnak, hogy jobban megismerjük a szereplőket, vagy jobban elmélyítsék a történetet. Akkor az elbeszélő nagyon fontos szereplője az epikai műveknek, ugyanis ő közelíti a művet az olvasóhoz, és az elbeszélő mindig valamilyen nézőpontból láttatja az eseményeket az olvasóval, ez az elbeszélői nézőpont, melyből rengetegféle lehet. Az elbeszélő lehet a művön kívüli és a belüli világ részese is, lehet objektív, lehet szubjektív, tudhat mindent, vagy tudhat kevesebbet is. A történetnek nagyon fontos része a helyszín is, ahol játszódik, mert ez rengeteget elárul a történetről. A helyszíneket az író leírással érzékelteti, mutatja be, a szereplőket pedig jellemzéssel, ami a külső és a belső tulajdonságok leírása tulajdonképpen. Ennek is többféle fajtája van, bemutathatja az író a szereplőt, de akár más szereplők is bemutathatják őt. Illetve nagyon fontos alkotó elem még a párbeszéd, ami két szereplő között zajló beszélgetés tulajdonképpen, és általában előre viszi a cselekményt.